Otiba Kenet védnökségével indul jövőre gyermekfutballtorna vagy edzőtábor a helyi fiataloknak Gyulán, jelentette be a napokban Gajda Róbert alpolgármester országgyűlési képviselő. Mindez a gyulai futball 100. évét ünneplő rendezvénysorozat közelmúltbeli ünnepségén hangzott el. Hogyha valami 100 évig működik, az biztos, hogy jó és biztos, hogy szeretik. Gyulán a labdarúgás ilyen, és ezért mindenképpen szükséges volt, hogy méltó körülmények között erről a 100 évről meg tudjunk emlékezni. A rendezvényen 3 egyaránt sikeres karriert építő, gyulai gyökerekkel bíró labdarúgót köszöntöttek a Városházán. Árgyalán János több évet játszott fiatalként Gyulán, válogatott lett, az évjátékosának választották. Ő most sikeres vállalkozó, és hosszabb sérülés után Gyoma Endrődön vállalt játékos edzői feladatokat. Azt mondta, az itt megszerzett alapok nagyban hozzásegítették a későbbi eredményes pályafutáshoz. Süle Pista bácsi berakott a felnőtt csapatba, és innen kerültem be katonának, majd katonaság után, mikor leszereltem, akkor játszottam még itt Gyulán talán egy fél évet, és egy jól sikerült oda-visszavágós edzőmeccs után, ahol 5 gólt rúgtam az előrének, azonnal átigazoltak a Békés Csabára, és onnastól kezdve ott futballoztam. A kétszeres válogatott Lázok János elekről került Gyulára, és mint mondta, sokat jelentett számára, hogy itt készült fel a legnagyobb kihívásokra. Igazából a lényeg és a legfontosabb tény az, hogy akarjanak futballisták lenni, ne csak azt nézik, hogy mi jár ezzel, hanem tényleg, hogy fektessenek bele mindent, rendeljenek alá mindent ahhoz, hogy tényleg, hogy elérjék a pályájuk csúcsát, mert nem lehetetlen, ami példánk is mutatja, hogy tényleg, hogyha igazán futballista akar lenni, akkor el lehet jutni olyan szintet, mint a válogatottság, az NB1, esetleg külföld. Otiba Kenet a karácsonyi iskolába járta, a városban ismerkedett meg a futball alapjaival. Most a Marco van Basten által edzett hollandiai Heerenveen játékosa. Védőként eddig 5 gólt szerzett a nagy csapatban. Kemény munkával az álmainkat el lehet érni. Én is úgy érzem, hogy rengeteget dolgoztam azért, hogy kikerüljek Hollandiába, és még sokat is fogok, hogy még feljebb kerüljek, de hát igenis innen is, kisvárosból is el lehet jutni oda, ahova az ember akar, és ezt, hogyha keményen dolgozik érte valaki, akkor ezt meg lehet valósítani. A 3 labdarúgó egyaránt azt mondta, ha különböző mértékben is, de a Gyulán az itteni futballban eltöltött idő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy pályájuk később ki tudjon teljesedni.